megegyeznek a bemutatkozzal, Kovács Miklós vagyok ennek az intézménynek az egyik tanára. Ez az év egy olyan gondolatkörű csoportos volt, amikor a fókuszba a művész áll. Olyannyira, hogy van egy állandó kiállító művészünk, jelenleg a művész, tehát én őt hívom meg, és ő pedig a barátai hívja meg, hogy milyen alapon, azt mondja, hogy őtől ezt fogjuk tudni. Én nekem most már csak annyi dolgom van, hogy bemutassam azt, én meghívottam a Bárki Zsuzsát, és innentől kezdve pedig a szokunk. Bomba bújni és mi célharangzunk, látni a láthatatlan, hol a lélek ártatlan. Hitet találni szóban, melyben fengő dióban, keresni harmóniát, ha lét útvesztői Gábor, nekem magam a zene, a muzsika. Különleges a kapcsolatunk, hiszen többnyire nagy beszélgetések és sűrű találkozások nélkül is működik. Barátságunkat a lelkeink generálták, és ezért szép, csendes, őszinte. Talán 5 éve találkoztunk először, és akkor hallottam zenélni is. Amit róla tudni érdemes, azt a zenéje elmondta, elmondja nekünk. Hogy milyen ember ő? Hát a legfontosabb. Gerinces, mélyérzésű. Bármilyen rendesen való közreműködésre kértem fel, soha nem mondott nemet. Így a Szedresi Lovasi Barnár hallgatásán hallott zenéi megerősítették bennem, hogy szereti a hazáját, büszke a magyarságára. Egy évvel később ugyanis ünnepeltük a fogadóterem nagy faliképének elkészülését, melyet Kozmeszki mellett festettünk. Ezen az összejövetelen Gábor az imént hallott bevezető dalt énekeltet. Akkor ővérettük, újabb erősítést kaptunk a hasonló gondolkodásunkra, és megmutatta Gábor a lovagias oldalát is, mely becsüli és tiszteli a másikban az ember, a nőt. És a gyerekek iránti feltétlen szeretete is megmutatkozott, hiszen egy nagyszerű hangszerbemutatóval lepte meg a jelenlevő kisebbeket, melynek szívószál, porseppű és egyéb tár volt a főszereplője. De idézhetném a 2014-es Decsi Advent ünnepet is, melyen baráti csapatok állított ki, és Gábor kérésemre ismét közreműködött. Ilyenkor a faluház tele van emberekkel, akik állítottak és emelkedett lélekkel hallgatták Gábor alkalomhoz illő muzsikáját. Az, ahogy a zenéhez és az élethez is a legtisztább alázattal viszonyult, példaértékűnek tartom a magam számára is. A világot járva zenél sok-sok ember örömére, és olyan társakkal van együtt több formációban is, ahol a zene magas igényel kerületre. Szerepelt a Magyar Televízióban tömösszor időben, de az utcára is kiállva kell, és megmerő módonral, kedvességgel szólaltatja meg a hangszereket, üzenve, hogy a zene az életünk része, és általa csak többet lehetünk. Nem zavarja, hogy a zene templomában ő a templom szolga. Annál mindig is bölcsebb és emelkedettebb lélekkel bíró volt, hiszen tudja, hogy a tehetség szolgálat kell, hogy legyen. Büszke vagyok a barátságára. Kovács Gábor. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Tímea, Péter és Gábor nevében is. Amit hallani fognak és amit látnak, azok sorsok. És titokzatosan, vagy nyilvánvalóan ott húzódnak mögöttük a sorsok. Kovács Gábor muzsikus előadásában hallottuk Olasz Valéria versét. És ezzel kezdeném is a barátaim bemutatását. Akik ezen az estén velem vannak, Hoznes Tímea, Tajta Páter,
Péter, fiatal barátom, mély érzésű, igaz ember. Így a párommal az első pillanattól fogva a szívünkbe fogadtuk. Ő az, akivel viszonylag gyakran tudok találkozni. Sokat beszélgetünk a művészetekről, a világról, benne az emberről. Péter a diplomáját zeneszakos pedagógusként kapta. Több éve már azonban egy olyan egyesület vezetőjeként tevékenykedik, mely projekteket valósít meg. A szabad idejét is sokszor lefoglaló munkája mellett tud és akar is időt szakítani energiát adó és lelket erősítő tevékenységekre. A szabadság érzésének lehetőségét több oldalról is megtaláltam. Tudom róla, hogy a zene főhelyen maradt az életében. Tehetsége és hozott anyaga családi örökség több oldalról is. Énekel és zenél az Utánam srácok nevű csapatban. Egyelőre szükkölve hallani róluk. A következő szabadságmámorát képviselő hobbi a motorozás. A csupper a szívecsücske, és nem csak vezeti, hanem szereli, és építi is az éppen aktuális tulajdonát. Nagy öröm volt számomra, amikor az őszi kiállításomhoz kölcsön kaptam tőle a motorját, így az a Szabadság Szerelem című installációmnak lett a főszereplője. Elérkeztünk a harmadik dologhoz, ami egy nagyon csuda dolog, legalábbis nekem, a siklóernyőzéshez. Azt gondolom, mindenre küldtünk rá álmunkba, és nekem ott is olyan élményt adott, amihez nincsenek szavak. Akkor hogyan is lehetne arról beszélni, arról a repülésről, amit az ember fizikailag is megtapasztalhat. És a lélek minden egyes alkalommal átéli a katarzist. Egy ernyő, és természetesen a megfelelő tudás segítségével szállni, mint a madár, ismerős és ismeretlen tájak felett. A bölcsek azt mondják, a gondodat, az akadályokat akkor tudod megoldani, ha felülről, kívülről látod azokat. Biztos vagyok benne, hogy Péter ettől a fizikai felülről látástól is nagyon sokat kapott lelkileg és szellemileg, amit hasznosítani tud az életében és a munkájában is. Így érkeztünk el a fotókhoz, megfotózni is szeret. A gépet felvitte magával először csak azért, hogy a földön nézegetve a képeket felidézze a látottakat. Majd a felvételeket úgy készítette, hogy élménybeszámolóhoz is megfeleljenek. Mára pedig az is kiderült, a sok-sok fotót átnézve, hogy bizony művészi szempontból is lehet válogatni belőlük. Kiállításunkra 6 képet tettünk fel. Ízelítőnek, élményátadásnak, kedvcsinálónak, aki elég bevállalós, és nem utolsó sorban a szemünk közvetítésével lélekemelő szépségnek. Ő Kajsza Péter barátom, a szabadság szerelmese. Poznek Tímmel 6-7 éve egyszerűen és természetesen fogadtam el barátomnak, hiszen önmaga fiatalkori belső mását fedeztem fel benne. Az emberi tisztasága, kedvessége, optimizmusa és hite a jóban, szépben ma is változatlan. Kibővült viszont a minden téren jelenlevő igényességgel, a felszínről a mély felé igyekvő akarattal, az igaz érték tudásával. Timi a kiteljesedés időszakát éli. Munkahelyén lassan egy éve, hogy felettesei bizalmat szavaztak neki, és közel 60 ember dolgozik az irányítása alatt. Szakmai tudása a szakma szeretetével is párosul nála, és bátran állítom, hogy Timi jó vezető. Energiái kifogyhatatlanok, hiszi a jó közösség összetartó erejét, ezt a munkahelyén egy futócsapat létrehozásával is bizonyította. Természetesen ezt a közösséget is a barátság tartja össze. Tíme a megnyerő egyéniség, aki képes erőt adni másoknak is. A kiteljesedés másik forrása az életében, hogy a festészetben is önmagára talál.
örömmel és pozitív energiákkal vesz részt alkotó táborokban. Az alkotói utat járva kitartása, szorgalma és tehetsége elvezetik a jól és jót alkotók táborába. Rá is számíthatok mindig emberként és alkotótársként is. Így, amikor lehetőségem adódott a Szendrési Robas udvarház kastélyszobáinak fali képekkel való díszítésére, tudtam, hogy ezt az örömöt és lehetőséget meg akarom osztani mással is. És ő csak Timi lehet. A szekkok megfestésével nagyszerű 2 év van mögöttünk. Ami szakmai fejlődésünket, tudásunkat is gyarapította, és még jobban elmélyítette a barátságunkat. A fali kép festése fizikailag fárasztó. Így a beiktatott szünetekben sokat sétáltunk a parkban és környékén. Gyakran álltunk meg a lovak karámjainál, és figyeltük, ahogy állnak, mozognak vagy vágtáznak. Lehetőségünk volt néha lóra pattanni, és a nyerekből egy másik dimenzió is kinyílt előttünk. Tinára ez az élmény is mélyen hatott, így születtek meg a lovásképek, melyeket itt látható. Ezek az alkotások is sokkal többek, mint a puszta látvány. A mély érzésű ember, főképp ha alkotó is, mindenben keres és talál kapcsolódást a nagy egészhez való tartozásban. Minden mű üzenetet is küld a készítőjéről. Nekem egyértelmű egyértelműek a témaválasztások. Alkotásaim az anyaság, a társas kapcsolatok tisztelete, épsége, vágya, a fiatalság lendülete, ereje, tüze, és természetesen a szabadságvágy is megjelenik, harmonikusan Tímea líraiságával. Nagyszerű barátot kaptam a sorstól. Hogy meg Tímea? Ugye kiállítók azért vagyunk, mert amit csinálunk, azt szeretnénk megmutatni. És nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak. Thank you.